84. perc. Hiba, Jula helyzetben, és gól! Azt kell, hogy mondjam, és ez most tényleg nem smúz meg púder, hanem tényleg ennyit számít az, hogyha van szurkolás a stadionban, és tényleg ennyit számít, hogyha ha ennyi néző előtt játszhat az ember. Este 8:30, villanyfény, parádés volt a pálya, jó volt az ellenfél, a szurkolás zseniális volt, végre visszatértek az ultrák, egyszerűen mindentől kezdve nincs az Isten, ami megúv az adrenalintól, és attól, hogy tényleg 90 percig, hogyha utána most meg bevallom őszintén a térdemmel jöttem be, hiába esetleg nem volt irgalmatlan mennyiségű dolgom, de hát ugye fejben nagyon elfárad az ember, és egyszerűen viszi előre a hangulat. Ebben egyszerűen szenzációs focizni, és ezért érdemes, tényleg ezért érdemes focizni. Fülön öröm, hogy az induló ilyen körülmények között tudott debütálni. Nem tudom, hogy van-e még egy olyan játékos az NBA-ben, de akár az egész világ futballjában, aki a saját hangjára és indulójára melegít be, és hallja a szünetben is, ez nekem egy elképesztően jó érzés, ráadásul eddig nagyon pozitív reakciók voltak rá. Személy szerint én is nagyon szeretem, és hogyha már kérdezted a hátterét ennek a történetnek, akkor ez onnan indult, hogy körülbelül egy ilyen fél évvel ezelőtt megfogalmazott a fejemben, hogy kéne csinálni egy kicsit az én stílusomban egy kicsit rock'n'rollosabb, rockosabb Honvéd indulót. Mivel ez most már a 7. szezonom volt, amin pályára léptem itt a Honvéd színeiben, ami nekem egy nagyon nagy dolog. És a Dynamicot, a Gyurina Pistit megkerestem ezzel, hogy mit szólna hozzá, és hát természetesen egyből kapott az alkalmon. És ez egy abszolút közös koprodukció, amit készítettünk, úgyhogy ezúttal is köszönet neki abszolút mértékig, és hát remélem, hogy az embereknek tetszik, és tényleg elképesztő jó érzés volt hallani a saját indulókat a stadionban.